Na, jó reggeletet kívánok mindenkinek! Üdvözletem a kedves idefigyelő emberkéknek, nézőknek! A gyerekek, az éjszaka az elég nagy vihar volt. Nem tudom miért, én mindig arra fókuszálok, hogy zörög a redőny, és nagyon fújt a szél, mozgatta a redőnyt, és zavart. Nem tudtam tőle aludni. Tegnap előtt se tudtam aludni, ma megint nem aludtam normálisan, tehát nem tudtam rendesen kipihenni magam. Ezért is hallatszik a hangomon ez a fáradtság, és egy kicsit náthás is vagyok. Nem olyan régen, olyan 6-7 óra környékén annyira nekiállt szakadni az eső, dörgött az ég. Elcsitult, most csend van, de nagyon be van borulva az égbolt. Süt a nap, ebből egy kis szivárvány biztos, hogy lesz. Úgy látom, hogy azért megint gyülekeznek a sötét felhők. Ami azért nem jó, mert a mai napot arra szántam, hogy én csinálok videókat, és megpróbálok minél több videót csinálni, aztán feltöltögetni a Frutyubomra, azaz a csatornámra, Frutyub, mint ahogy a Möster szokta mondani, meg a Csövronit, meg Csinternet. Egy kis vizet iszok, mert most a kóla azért reggelre nem annyira jó a gyomornak, úgyhogy vizet igyatok mindenképp. Hát én most ilyen kólás üvegbe öntöm a vizet. Múlt hónapban vettem vizet, jó, hát azt megittam, miért múlt hónap, igen. Aztán az üveg megvolt, azt bedobtam a tűzbe. Érted? Kidobtam a tűzbe az üveget, azt kerestem itt az üveget. Mondom, se egy üres üveg nincsen, semmi, mondom, most hogy iszok vizet? Aztán kénytelen voltam, elnézést kérek, tényleg a hangommal van valami probléma, elég sokáig fönn voltam este, mert nem tudtam tényleg aludni, hogy elmondtam. Aztán keresgéltem az üveget, nem volt semmilyen üres üveg, nem mondom, most miből iszok vizet. Aztán kólát kellett innom alvás mellé, mert hát annyira nem szoktam már kólát inni, amikor alszom. Tehát nem azért kelek föl, hanem azért kelek föl sokszor, hogyha tudok aludni mondjuk, mert kiszáradok, és akkor kell egy kortyot inni, mint most is. A víz az tényleg fontos, de én nem nagyon szoktam vizet inni. Most én ezt a vizet megiszom, utána már kólát fogok inni. Már nem egyből, mert meghajt, úgyhogy a gyomor probléma az előjöhet, hogyha megfeledkezel arról, hogy előtte már ittál egy üveg vizet, vagy egy 3-4 pohár vizet, és utána elkezdesz mondjuk kólát inni rá, vagy bármi más, akkor az meghajtja a gyomrodat, és mehetsz a WC-re, és akkor problémák adódhatnak. Mindenből! Azt gondolom, hogy ez a mai nap ez egész jó, főleg most, hogy kezd kisütni a napocskát. Ja, amúgy itt van egy jó kis fülhallgató, így felhúzom, és akkor... Medikopter 111, Medikopter 111, Medikopter 111, Medikopter 111, felszállási engedélyt kérnék, felszállási engedélyt kérnék, Medikopter 111, Medikopter 111, rapper leszek, kitörök a birkák közül, és én leszek a legnagyobb betörők, a köztudat, baba, baba, bazd, az, 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 Ú, gyerekek, ez torok. Torok. Reszelés volt rendesen. Ja, hát gyerekek. Hú, gyerekek, TikTokra csináltam rengeteg videót, atyavilág, tehát tegnap, amilyen videók voltak, Zola itt volt, csináltunk közösen videót, 40 perces videó lett, ami fent van az ő csatornáján is, meg az enyémen is, amúgy az enyémre lett volna feltöltve, nem lett volna olyan hosszú, de mégis sokat tettünk hozzá. Na. Tudom, hogy nagyon sokan nem nézik végig a videókat, nem vesznek komolyan egyebek. Aki ismer, az ismer, aki tudja, hogy milyen vagyok, az tudja, hogy milyen vagyok, aki tudja, hogy milyen videókat csinálok és milyen témákat hozok, az biztos, hogy végignézte. Vannak, akik nem nézik végig, megmondom őszintén, hogy oly mindegy, hogy végignézik-e vagy nem, mert nem biztos, hogy mindenki kommentel. Úgyhogy én ezt be tudom magamnak, hogy nem mindenki akar kommentelni, vagy nem mindenki szeretné felfedni azt, hogy ő valójában nézi-e, mert vannak olyan emberek, akik nézik a videóimat,